Hovatásvezető úrnak az engedélyt megadom, kérem, gördüljön be a terminál területére. Vettem és indultunk. Október elején adták át Közép-Kelet-Európa legnagyobb és legmodernebb vasúti átrakóját Fényes Litke szomszédságában. Az ultramodern létesítmény azért is fontos a település számára, mert számos helyi munkavállaló dolgozott felépítésén. Többen az üzem indulása után is állást kaptak a terminálnál, a távolról érkező alkalmazottak közül pedig sokan a községben vettek ingatlant az elmúlt hónapokban, mondta el Márta Mihály Tibor polgármester. Ami nagyon fontos, hogy egy új munkastílust, illetve egy különleges munkáltatói, hogy mondjam, környezetet biztosít a dolgozók részére, ami azt mondom példaértékű, példát mutat a többi nagy vállalkozó, aki a térségben, hogy hogyan kell a dolgozókat megbecsülni, és tisztességesen nem csak megfizetni, hanem egyáltalán munkakörülményeiket megfelelően biztosítani. A másik pedig az, hogy ez jelezte azt is, hogy most jelenleg Fényes Litkén azt lehet mondani, hogy 2-3 ingatlan van, amire eladó. Nagyon sokat beköltözünk, üresen álló ház, tehát ha valaki sajnos meghal, akkor még hagyatékos is, de már előleget fizetnek a leendősöknek. Újítják fel a lakásokat, nagyon sokik kihasználták a Babamáró programot, tehát a magyar kormánynak azokat a családalapítási támogatásokat maximálisan kihasználják. A település vezetője a mostani energiahelyzettel kapcsolatban elmondta, az önkormányzat az utóbbi években minden épületét hőszigetelte, nagy részükben pedig energiatakarékos kazán is működik. A közvilágítást is kevesebb áramot igénylő ledes izzókkal oldják meg, így a rezsiköltségeket bőven kezelhető szinten tudják tartani. A fejlesztések területén is mozgalmas éve volt Fényes Litkének, többek között csapadékvízelvezető rendszert és új bölcsődét is építenek. Azokat a pályázatokat, amit megnyertünk, azt természetesen tudtuk vinni, így csapadékvíz hálózat épül Fényes Litkén, az jövőre a 2023 tavaszára átnyúlik. Jövő májusra elkészül, ugye ebben az évben indult, a jövő májusra már indítjuk a 24 fős bölcsődénket a pénzügyminisztérium támogatásával. Elkészült 3,4 kilométeren a MVH által támogatott, a Mezőségi Vidékfejlesztési Hivatal által támogatott tiszai utunk. Az azt jelenti, hogy ott útnak a állagát javítottuk, árkot tisztítottunk meg, illetve a patkarendezés volt. Ezen kívül Magyar Falu programból, illetve belügyminisztériumi támogatásból két utcarész készült a kenyérgyárhoz kapcsolódó utca, illetve egy nagy forgalmú a Kossuth utca a főútvonalunkkal párhuzamosan futó Szabadság utca. Márta Mihály Tibor kiemelte, Fényes Litkén példás összefogás jött létre az önkormányzat, a vállalkozások és a lakosság között az Ukrajnából érkezett menekültek segítésében, de Kárpátalját is több segélyszállítmánnyal tudták támogatni a háború kitörését követő hónapokban.